Zökkenőmentesen indulhatott el a tanév a korábbi táltos iskolások számára. Erről számolt be a pénteki közgyűlésen Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, illetve Balázs József a Vásárhelyi Tankerület igazgatója. Miután az igazgatónő és az iskola fenntartója becsapta és cserben hagyta a sajátos nevelési igényű gyermekeket és szüleiket, az állami és egyházi intézmények nyújtottak segítő kezet a családoknak, fogalmazott a legutóbbi rendes közgyűlésen Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, aki utalt felszólalásában arra is, hogy nem csak ő tett feljelentést a táltos iskola vezetése ellen, de a NAV is vizsgálódik az iskola házatáján, költségvetési csalás és okirat hamisítás miatt is nyomoznak. Ha nincs az állami iskolarendszer Vásárhelyen, ha nincs a város közössége és néhány egyházi oktatási intézmény, akkor ma nem tudnánk azt mondani, hogy 85 vásárhelyi kisgyermeknek iskolai és 19 szintén hódmezővásárhelyi kisgyermeknek nem lenne óvodai ellátása. Én úgy gondolom, hogy nem csak az én augusztus közepi főjelentésemnek lesz eredménye, hanem más hatóságoknak is, és beigazolódik, hogy ez az intézmény fenntartó és a táltos iskolának az igazgatója, Molnári Ritter Mária ellopta a magyar államnak a pénzét, és a becstelenségnek a ne további, hogy mind a mai napig hallgat. Az önkormányzati képviselők köszönetét fejezte ki azoknak az intézményeknek, amelyek segítették a gyermekek elhelyezését. Az ügyben megszólalt Balázs József, a Hódmezővásárhelyi Tankerület igazgatója is, aki elmondta, a szülők élhettek a szabad iskolaválasztás jogával, de figyelembe kellett venni a jelentkezéseknél a tanulói létszámokat, illetve a szakértői véleményekben rögzített kritériumokat a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében. Egy adott intézmény csak azokat a gyermekeket veheti fel, amelyeknek a feladatellátására jogosultsággal rendelkezik, tehát az alapdokumentumában ezek a kritériumok teljesülnek, illetve a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll. Bár 2017. augusztus 31-én volt még egy óvodáskorú kisgyermek, akit nem irattak át, illetve volt 3 általános iskoláskorú gyermek, akinek az átiratása nem történt meg, az ő esetükben is megnyugtató hírrel tudok szolgálni, minden gyermek elhelyezésre került Csongrád, illetve Békés megyében. A Vásárhelyi Televízió szerkesztősége több alkalommal kereste telefonon Mártonné Ritter Máriát a táltos szegedi intézményében, de nem tudtuk őt elérni. Titkársága e-mail címét közölte, kérve, hogy fogalmazzuk meg felé előzetesen kéréseinket. Ezt megtettük, de sem írásos választ nem kaptunk, sem interjú készítési lehetőséget nem biztosította számunkra a Vásárhelyi Táltos Iskola korábbi igazgatónője.